Továbbra is napirenden van a távhőszolgáltatás kérdése Városban. A legfrissebb információk szerint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elküldte a határozatot, amely kimondja, hogy július 1-től végleges engedélyt kapott a szolgáltatásra a DVGZRT. Mindenről Megyesi Miklós sajtószóvivő számolt be. Tegnap délután megérkezett a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak a határozata arról, hogy 2021. július 1-től immár végleges engedélyt kapott a DVG ZRT a szolgáltatása. Ugye ez volt az az ominózus ö, engedély, amire a dvc azt mondta, hogy nincsen. Megvan ez az engedély, egyedül Városban a DVG ZRT rendelkezik, távfőszolgáltatási engedéllyel. A szóvívő hozzátette, megvizsgálták a DVGZRT ügyfélszolgálataira beérkezett lakossági panaszokat is. Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy mindenki megkapja a DVCH számláit továbbra is. Itt szeretném jelezni, amit már elmondtunk korábban, hogy a rendőrség ez ügyben már elrendelte a nyomozást bízunk benne, hogy itt gyors és határozott lépések fognak születni annak érdekében, hogy a DVCH -e nyerje méltó büntetését ezek miatt a jogtalanul kiállított számlák miatt. Még egyszer szeretnék mindenkit megnyugtatni a felől, hogy hiába küld akár a DVCH, akár a globál faktor számlákat, fenyegetéseket, ők nem végrehajtó cég. Megyesi Miklós elmondta, a DVG ZRT elküldte a fogyasztóknak a júliusi, augusztusi, illetve a szeptember havi számlákat is, majd hozzátette, mindenre számviteli okokból kifolyólag volt szükség. Ezt a három havi számlát számviteli okokból a DVG ZRT-nek muszáj volt kiállítania, hiszen így van egy olyan követelése, amit majd aztán a DVCN Kft-től be fogunk hajtani. Ezeket a számlákat azok is megkapták, akik már igazolták a DVG ZRT felé, hogy befizették. Őnekik természetesen ezt nem kell újra bemutatniuk, tehát nem kell sorban állniuk az ügyfélszolgálatoknál, nem kell újra e-mailbe elküldeniük. Ezt a három havi számlát kénytelenek voltunk kiküldeni, ezt mindenki megkapta, de újra nem kell bemutatni a befizetéseknek az igazolását. A sajtószóvívő továbbra is arra kéri a városlakókat, hogy ne engedjenek se a DVCH, se a globál Faktor fenyegetéseinek, és kövessék a hivatalos tájékoztatást. A meghatározattal kapcsolatban pedig kiemelte, hogy ez felkerül mind az önkormányzat, mind pedig a DVGZRT hivatalos oldalára is.